A Családgyermek Ifjúság Egyesület a Ne legyél áldozat program keretében a gyermekbántalmazás kezelése és megelőzése címmel tartott képzést Gödöllőn március végén. Tulajdonképpen egy olyan képzést szerettünk volna itt a 4 napban levezetni, aminek az lett volna elsődlegesen a célja, hogy beszéljünk arról, hogy milyen bántalmazási formák vannak, ezek hogyan jelennek meg a mindennapokban, beszéljünk arról, hogy hogyan lehet felismerni, és hogyan lehet segíteni a bántalmazottnak és a bántalmazónak abban, hogy ezek a rossz minták ne forduljanak meg. Tehát, hogy ez egy interaktív 4 nap volt, ami nem arról szólt, hogy mi trénerként elkezdtük volna mondani, hogy milyen biztos megoldások vannak ennek a kérdésnek a kezelésében. Nagyon sok olyan önismereti rész volt, ahol a résztvevőknek lehetősége volt beülni egy kicsit a bántalmazót, vagy a bántalmazó szerepkörébe, és megérezni azt, hogy ott mi az, amire szükség van, és milyen segítségre van szükség. Úgyhogy inkább ez egy ilyen közös gondolkodás volt arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni, ha baj van, mit lehet tenni akkor, hogyha elakadunk abban, hogy szakembereket nem találunk, a szakemberek között akadozik, vagy nem megfelel az együttműködés, és mindenki a saját szakterületén mi az, amit megtehet, akár pedagógus, akár védőnő, akár a gyerekjóléti szolgálatból jött, vagy akár a szakellátásból. Tehát egy kicsit így a szakemberek megerősítése is cél volt ezen a 4 napon, hogy ne féljenek ezekkel a problémákkal és nehézségekkel szembenézni. Település szempontjából és szakterület szempontjából is honnan érkeztek a résztvevők? Hát Gödöllő környékéről jöttek a résztvevők, és szakterület szempontjából pedig voltak pedagógusok, óvodapedagógusok, iskolából tanárok, az alapellátásban gyerekjóléti szolgálat munkatársai, védőnök és családok átmeneti otthonából voltak itt a résztvevők a tréningen. Ezen a képzésen mit sikerült elsajátítani, mennyiben segíti az ön munkáját? Mindenképpen segítette a munkámat, mert olyan speciális területen dolgozom, Kerepesen van egy nagyon nagy roma telep, ahol rengeteg probléma fordul elő, pontosan olyanok, amik itt ugye érintve vannak, és támogatást kaptam itt a képzés folyamán, mint szakmailag, mint emberileg. Milyen problémákkal szembesülnek? Néhányat fel tudunk sorolni? A gyerekbántalmazás és az elhanyagolás az itt folyamatosan van, tehát ez napi szinten van. És milyen megoldásokat tudott kínálni ez a tréning erre? Hát a megoldás az, hogy amit csinálok, azt jól csinálom, és mindenképpen van egy jelzőrendszer, tehát itt a többi szakma, aki segít ebben, akár a gyerekjóléti szolgálat, ugye első körben ők, a családsegítő szolgálat, az óvónők, a tanárok, és minden más szakma, akihez kapcsolódik, ők tudnak segíteni ebben. És össze tudunk fogni, és úgy együtt mindenképpen tudunk megoldást hozni. Ez a képzés nem arról szólt, hogy kritizáljuk a gyerekvédelmi rendszer működését. Lehetne, fontos is, de hogy ez nem ez a fórum volt. Tehát, hogy sokkal inkább egy olyan szakmai együttgondolkodás volt a cél, amiben egymást tudtuk erősíteni, bátorítani abban, hogy egy ilyen helyzetben mi az, amit meg kell tennünk, mi az, amit megtehetünk, és hogy ebben nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy egy kicsit azt erősíteni a szakemberekben is, hogy lehet nekik is segítséget kérni, ha mondjuk egy ilyen esettel találkoznak, mint szakembereknek, mert a kompetenciáinknak vannak határai. És ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy mi az, ami elvárható a pedagógustól, mi az, ami elvárható a gyerekjóléti szolgálat családgondozójától, adott esetben orvostól, védőnőtől. Tehát egy kicsit van egy ilyen reményünk, hogy talán akik ezen a képzésen részt vesznek, kicsit megerősödve vennek vissza a mindennapokba a saját területükre, és nem félnek közel menni ehhez a témához, vagy problémához. Bármennyire nem szeretnénk észrevenni ezt, ez egy aktuális és nagyon komoly probléma Magyarországon. A gyerekbántalmazás az egy nem csak Magyarországon, nagyon sok helyen, és sokkal nagyobb frusztrációt okoz a szakembereknek az, hogyha nem mennek közel, és nem próbálnak megtenni valamit, mintha oda mennek, és segítséget kérnek ők maguk a probléma megoldásában. Tehát, hogy ennek a 4 napnak nagyon erősen az volt az üzenete, vagy szerettük volna az az üzenete, hogy merjünk mi szakemberek lépni, cselekedni, és segítséget kérni adott esetben mi magunk is, hogyha úgy érezzük, hogy nem tudjuk, és nem is lehet ezeket a problémákat egyedül kezelni és megoldani. Maguk az érintettek, mennyire együttműködőek ebben? Mi a tapasztalat? Az én tapasztalatom az, hogy együtt tudnak működni. Tehát megfelelő kommunikációval ők felfogják azt, hogy segítő szándékkal vagyunk mellettük, tehát nem ellenük vagyunk, és hát a maguk módján, de tudnak közreműködni, és szeretnének is.
Van egy ilyen nagyon általános fogalom, amiben azt mondjuk, hogy a gyerekbántalmazás téma körébe vagy körébe tartozik a gyerekek fizikai, lelki, érzelmi bántalmazása, az elhanyagolása, illetve a szexuális bántalmazás. Ez viszonylag egy szűk körű bántalmazás definíció egyébként, mert aztán ide tartozik még az intézményi bántalmazás, a családon belüli erőszak, a rendszerbántalmazás, amikor maga a gyerekvédelmi rendszer, vagy az iskola rendszer a diszfunkcionális működése okán bántalmazza nem csak a gyerekeket, hanem mindazokat, akik benne vannak, tehát akár szakemberként is. Nyilván a média erőszak, tehát ez nagyon széles körben értelmezhető, de a szűk körben való értelmezés, ez valóban ez a fizikai, lelki, szexuális bántalmazás, illetve az elhanyagolás. És amit az egyik résztvevő mondott, hogy ha valaki nem kap megfelelő ételt, vagy nem megfelelően ruházkodik, ez valóban a gyermekbántalmazáshoz tartozik, és ez az elhanyagolás kategóriába sorolható. Nyilván ezt másképp kezeli a szakma, és másképp kell kezelnie, mint egy olyan bántalmazást, ahol a gyerek közvetlen életveszélyben van, akár a fizikai bántalmazás, vagy a szexuális bántalmazás okán. Amit én látok, vagy amit tapasztalunk, az az, hogy nagyon sok szülő, ugye ez is egy nagyon szomorú, de igaz adat, hogy a gyerekek a legnagyobb veszélynek a saját családjukban vannak kitéve, mert ugye a legtöbb bántalmazás a saját családban történik meg. De hogy nagyon sok szülő nincsen tisztában azzal, hogy például azok a nevelési helyzetek, vagy azok a nevelési eszközök, amikkel él, azok a gyerekbántalmazás kategóriájába esnek. És itt nagyon hangsúlyoznám például az érzelmi bántalmazásnak a súlyát, tehát az, hogy állandóan becsmérlem a gyereket, vagy negatív visszajelzéseket adok, nem figyelek oda, amit mond, nincsen interakcióm, nem biztosítom a szeretetemről, tehát érzelmileg is elhanyalogom a gyereket, ez egy nagyon komoly bántalmazási forma. Az a gyerek, aki nem éli meg azt, hogy ő úgy jó, ahogy van, hogy ő úgy minden jó, amit tesz, és azt erősítem meg, amit csinál, és azt arra jelzek vissza, amit csinál, és azt próbálom benne erősíteni. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, nagyon sok szülő. Ugye ezek azt mondják, hogy ez az egy pofon, bezárom a gyereket, ez mind-mind gyerekbántalmazás. Mert azt gondolom, hogy nem lehet gyereket motiválni, nevelni, önértékelését építeni, önbizalmát erősíteni, ha negatív visszajelzéseket adunk, és mindig arra jelzünk vissza, amit nem jól csinál. Sokszor egy komoly problémát okoz, hogy a szülők nincsenek tisztában azzal, hogy mit az, amit elvárhatnak egy 3 éves gyerektől, egy 7 éves, egy 10 éves gyerektől. Ugye minden krízisponton, már a születésnél, a dackorszakban, a kamaszkorban vannak nehézségek. Azt mondom, nagyon fontos lenne a szülőknek olyan önsegítő csoport, vagy akár csoportok, ahol ők maguk támogatást kapnának ahhoz, hogy amin a gyerek átmegy, ez egy fontos életkori szakasz, az, hogy a kamasz szemtelen, az teljesen rendben van, tehát hogy mi az, ami meg kell, hogy történjen, mi az, ami mondjuk változtatni kell, és hogyan lehet például egy nem jól működő szülő-gyerek kapcsolatban ezeket a negatív mintákat, negatív interakciókat megtörni, erről nagyon sok információra lenne szükség, és nem csak a szakembereknek, hanem a szülőknek is. Ebben a támogatópályázatban nagyon sok hasznos, és azt gondolom, hogy a gyakorlati munkában, de akár a saját életünkben nagyon jól használható technikát meg lehetett tanulni, nem csak ezen a képzésen, hanem más képzéseken. Azt gondolom, hogy a támogatópályán kívül is azért ma már van egy olyan képzéspaletta, ahol a pedagógusok és a gyerekvédelemben dolgozók is választhatnak olyan képzéseket, ahol lehet továbbfejlődni, tanulni. Ez csak nálunk, hogy mondjam, furcsa, de hogy a világ többi országában folyamatos tanulás az, hogy mondjuk valaki a gyerekvédelmi rendszerben dolgozik családgondozóként, vagy folyamatos tanulás az, képződés, hogy ő mondjuk gyerekekkel van kapcsolatban, gyerekeket tanít. Tehát van lehetőség ezekre a képzésekre a támogatópályázaton kívül is elmenni, és lehet ilyen képzéseket találni, szerveződnek ilyen képzések, és azért az is tapasztalatom, hogy egyre nagyobb számban veszik igénybe ezeket a képzéseket, mert hogy itt nem arról van szó, nagyon hangsúlyoznám, hogy itt valaki állít két tréner, és elmondja, hogy mi az, amit csinálni kell, hanem egy ilyen közös munka, közös gondolkodás, interaktív és szerepgyakorlatokon, szimulációs esetgyakorlatokon keresztül próbáljuk megmutatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak a terepen. Ha van a nézők közt olyan szülő, aki tudatosan szeretné nevelni a gyermekét, vagy bizonytalan némely dolgokban, őnek is tudnák ajánlani a képzést, hiszen lesz ennek folytatása. Tehát ők is bátran jelentkezhetnek és részt vehetnek rajta. Én azt gondolom, hogy nem kell szakembernek lenni ehhez a képzéshez, sőt,
azt mondom, mindenkit várunk erre a képzésre, aki úgy érzi, hogy valamilyen módon kapcsolódik, akár szülőként, akár óvónőként, pedagógusként, nagymamaként, bárhogyan a gyerekekhez, mert a gyerekekkel való bánásmódunk az nagyon-nagyon számít, hogy abból a gyerekből milyen felnőtt lesz. És ezért aztán azt gondolom, hogy mindenki számára lesznek hasznos információk ahhoz, hogy ha innen elmegy, nem feltétlenül a szakmájában, de az otthoni életében is tudja használni azt, amit itt hall. A 4 napos képzésen való részvételre a program keretében még 2 alkalommal nyílik lehetőség, április 14-től és május 5-től. További részletekről a program honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők, melynek címe www.nelegyéláldozat.hu.